me standing Pajkovic Kristijan from Fehérvár Alba Volán. What are your thoughts about the game? Yeah, ez egy óriási győzelem a számunkra, hiszen soha nem tudtunk nyerni a még idegenben Ausztriában, úgyhogy mindenképpen nagyon tartogattuk, és még egyszer óriási védekezést mutattunk be, hiszen amit mindenki látta, nem is tudom mennyi, iszonyú sok kiállításunk volt. Tényleg ez egy rájátszás, bármi megtörténhet, meg az első győzelmünk Ausztriában, úgyhogy innen most már úgy érzem, hogy nagy esélyünk van tovább menni. Persze nem szabad ezt elkiabálnunk, mert B is nagyon jó csapat, de most jönnek hozzánk, és az nagyon nehéz, ez biztos. The first playoff game, how important is it for the rest of the season? Igen, mi most vagyunk először itt a playoffban, szerintem mindenki nagyon izgult, ezért látszott is. De azt gondolom, hogy most ma szerencsénk volt, és tényleg mindenki megmutatta azt, hogy akaratunk van, szívünk van, és ezt megmutattuk, és ez meg is hozta az eredményét. Még egyszer azt tudom mondani, hogy első győzelmünk Ausztriában idén, meg kell becsülnünk, és pont a legjobbkor jött. What do you think about the decisions of the referees? Igen, végén is beszéltünk velük, mert azt gondolom, hogy egy picit eltúlozták. Szennyi kiállítást én nem láttam mostanában. Nem is tudom, mennyit kaptunk, de szerintem 40-50 perc legalább. Úgyhogy tényleg nagy szerencsé ki tudtuk védekezni, mert más meccsen biztos kaptunk volna már gólokat. Most vagy összejött minden az ellenfél. Ez olyan mérkőzés volt, amikor az ellenfél nem tudta bevenni a kapunkat, akárhogy próbálta egyszerűen. Kapusunk szenzációs volt, és tudtuk azt, hogy ha lesz lehetőségünk, akkor mi gólt fogunk lőni. And did your team do something special for the playoffs, like a beer grow or something? Nem, azt gondolom, hogy persze mindenki úgy, hiszen első mindenki izgult, azt beszéltük meg, hogy a legfontosabb, hiszen azért mi gyengébb csapat vagyunk a Bécsnél papíron, úgyhogy azt terveztük, hogy védekezzünk, ahogy tudunk, és megpróbálunk valahogy gólokat lőni, és tényleg iszonyú sokat kivédekeztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez a mérkőzés szenzációs volt. Ennyi hátrányt én nem is tudom, hogy tudtunk kivédekezni. Még egyszer azt gratulálok a fiúknak, meg mindenkinek, mert ez eszméletlen volt. Szerintem legalább volt 20 ember hátrányunk, úgyhogy ez még egyszer azt tudom mondani, hogy iszonyú jó volt a védekezésünk, a szívünk, akaratunk, és ez most győzött. Thank you very much.